Sziasztok, Robin vagyok, és úgy gondoltam, hogy egy kis Ulduman Dungeon-t fogunk megcsinálni. Most először bemegyünk. Ahova be kell menni? Ja, igen, a főbejáratot kell megkeresnünk. Szép, lassan bemegyünk. Törpékkel nem törődve. Át az alagúton, át a törpökön keresztül. Na jó, eléggé sokan összegyűltek. Itt azért könnyen el lehet tévedni. Ha valaki nem tudja az utat. És nem, ott van Uldaman bejárata. Azért több törpöt meg lehet ölni. Na, és itt van, hát ez volna Uldaman bejárata, és innen elkezdjük. A Dungeon Run-t. És közben farmulunk is. Aha. Másik oldalon kellett volna, de mindegy. Úgy is terveztem, hogy mindenkit itt leírtok. Legalább tudjátok, hogy mindenképpen balra kell mennetek. Te sem hiányozhatsz, úgyni. Na. Erre felé megyünk. Mindig arra kell menni, ahol a tömeg van. A másik oldalon is tudtunk volna menni, de itt van az első boss. Ahogy láttátok. Na azért ezt a hármat is kiiktatom. És mint hogyha itt lenne egy valami. Nézzünk csak be ide. Elnézést, de hát úgy látszik, hogy már 10 órakor már azt mondja, hogy ásítanom kell. Még ilyet. Na nézzük csak, egy ilyen minibázis volt ott. Miért? Na jó, hát akkor úgy emlékszem, hogy itt azért volt valami küldetés még annó. Most már tudjuk, hogy nem. Na úgyhogy haladjunk tovább. Ugye itt volt az első boss, és most szépen megyünk erre felé. Közben vannak ilyen láthatatlan ellenségek. Még több ellenség.
Itt azért vannak olyanok, amelyikek láthatatlanok, úgyhogy vigyázni kell, hogyha azonos szintűek vagytok velük. Jaj, mert tudom. Pálcát kell beszerezni. Ki lehessen nyitni azt az ajtót, amin az egyik boss kijön, egy szép nagy kőnő, vagy nő. Meg is van a pálca. Figyeljétek! Nyílik az ajtó, szezem tárul. Na most figyeljétek! Most kinyílik, és egy nő jön ki. És mindjárt le akar ütni. Puff! Na, ez lenne a második boss. Na, akkor most nézzünk, úgy láttam, hogy elég sok skorpió volt. Jó, jaj. Krokodil, meg denevér, meg minden téve. Na, itt aztán el lehet tévedni. Ha itt, ha valaki megtudja a kiútat, vagy megtalálja, az nem semmi. De haladjunk szép lassan. Ahol az ellenség van, ott lesz majd a gonosz is. Szép nagy denevérek is vannak, skorpiók, krokodilok, itt aztán minden van. Na, és itt lesz valami. Milyen udvariatlanok, hogy így hátba akarnak támadni. Itt lesz egy boss. Jaj. Már ennyi idő van. 22, jó? Akkor most már tudom, hogy miért társítok. A sok videózástól úgy látszik, egy kicsit elfáradtam, de semmi gond. Megyünk. Egyedül vagyok, és többen támadnak. Ez udvariatlanság. Hölgyekkel szembe pláne. Ja. Hoppá! Beleestem a csatába. Hát akkor menjünk erre. Na jó, hát ez érdekes. Hát akkor menjünk erre.
Kövessük a denevéreket. Jaja. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Na, itt van még egy boss, ez lesz a negyedik. Úgy emlékeztem, hogy egy darab ilyen kő boss van. Na mindegy. Hát akkor nézzük, mit találunk itt. Ja, ez gondolom a hátsó bejárat. Hát innen ki nem fog menni, az biztos. Most jöttünk be. Csukjuk is be, nehogy el. Na, ide menjek. Nem lehet becsukni. Jó, hát akkor. Akkor jó. Na, ezeket még nem is lootoltam. Hűha. Hát jó, merre is menjünk? Ez olyan, tudjátok, mint az ecpec, kimehetsz holnap után. Ez csak egy zárt terem lesz. Innen jött ki ugye az a nőci. Ja, itt nem tudok menni. Akkor szépen megyünk erre. Ugye itt van a hátsó bejárat, és az ajtót be akartam volna csukni, de nem tudtam becsukni. Nem tudom miért nem. Próbálom most így nézni a térképet, mert itt néha elég érdekes dolgok kerülnek elő. Na. Ezt se lootoltam még, jó. Aha, ott van egy kőóriás. Ja nem, ezek a... Akkor már jó helyen járok. Nagyon jó helyen járok. Tökéletes helyen. Jó. Egyébként elég régen nem jártam itt. Ezen a helyen. Úgyhogy, de most már megtaláltam. Én de legalább körbenéztünk. Az is valami. Na most már nem fogunk eltévedni. Itt lesz az ötödik boss. Ahogy látjátok. Volt. Igen, volt. És akkor most... Most elnézést. Most erre megyünk.
Ha jól látom, hogy a térképen erre kell menni. Igen, jó helyen járunk. Ahol ellenség van, ott van az út is a következő bosshoz. Jó, jó sok nyersanyagot szerzek be. Ezt szeretem. Ó, na ez jó lesz. Jó nagy csúgában lőttem ki őket. Itt lesz a következő boss. Ezek négyen. Egész jól haladunk ahhoz képest. De még van jó pár klasszikus dungeon, de a háromnegyed, több mint a felével meg vagyunk én szerintem. Még van azért. És azok után, amikor ezeket elvégeztem, akkor jönnek az úgymond Outlands dungeonok. Azokkal gyorsan meg lehet lenni, mert nem kell akkor a távolságokat se tenni, mint itt. És ez az utolsó. Who dares awaken Arcadus? Hát ez gyors volt. Azért megváltoztattak sok dolgot, és én úgy látom, hogy igen, megváltoztattak sok dolgot. Úgyhogy ennek a dungeonnek is vége lett. Remélem tetszett így a nosztalgiázás így a dungeonben. És hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!